A következő riportunkban megmutatjuk, hogy hol és hogyan készült az első magyar fejlesztésű és gyártású ultrakönnyű helikopter, amivel a kollégáink a magasba is emelkedhettek. Rács Tamás tesztpilóta, légimentő és a helikopter tervezője volt a segítségünkre. Ultrakönnyű kategóriájában a világ legjobbja, akár 200 km/órás sebességre is képes, és 10.000 láb magasságig emelkedik. Különleges kinézete mellett ezek a legfőbb ismertető jegyei annak a 100%-ban magyar fejlesztésű helikopternek, amelyet a radarstábja is kipróbált. Ám mielőtt az ég felé vennénk az irányt, maradjunk még egy picit a földön, pontosabban a Heves vármegyei Verpeléten. A Hungarokopter összeszerelő műhelyében járunk, ott, ahol testet, vagyis forgószárnyakat öltött egy fejlesztőmérnök álma. Én korábban repültem vitorlázóval és merevszárnyúval, de mindig a szabadság kiteljesülése az a helikopter irányába terelt engem is irányított, de egész egyszerűen olyan elérhetetlen volt, mivel a helikopter az egyik legdrágább repülőeszköz, hogy biztos voltam benne, hogy soha nem fogom tudni ezt megvásárolni. Kollégákkal elnöntöttük, hogy próbáljunk meg építeni egy helikoptert, és gyakorlatilag akkor elkészült 2011-ben az első egyszemélyes helikopter, és elsőként 2012-ben megkaptuk a Magyar Légügyi Hatóságtól a repülési engedélyt. A verpeléti helikopterfejlesztés egyedülálló, sőt Európában is csak néhány cég vállalkozik ilyen légijármű megalkotására, hiszen igen komoly, sokrétű műszaki tudás szükséges hozzá. A verpelétiek 9 fős fejlesztőmérnökökből álló csapata közel 5 éven át tökéletesítette az első prototípust. Egyikük Farkas László, aki a kemény munka eredményére és a társaira is büszke. Olyan csapatban részt venni, ami azt hiszem, hogy az ember életén talán túlmutat, hogy valamit tett. Van valami, ami létrejön belőle. Mert szerintem maga a termék és maga az egész csapat az, amiért érdemes ezt csinálni. A mérnökök szinte mindent saját maguk kísérleteztek ki. Nem nagyon volt kitől tanulni, mert a helikopter készítés fázisait minden gyártó szigorú titokként őrzi. Hagyományos tervezési technológiát használtunk. Gyakorlatilag itt mindig skicceltünk valamit, és a papírceruza, és mindig a papírceruzás skiccek után történtek, amikor háromdimenzióba lerajzoltuk, megterveztük, kiszámoltuk. Ez egy heggesztő sablon, amit itt látunk. A következő helikopterek, amik itt fognak készülni, mindegyik ebbe a sablonba fog elkészülni. Az alkatrészek 90%-a itt készül, és nagy része egyedi magyar innováció és szabadalom. A fejlesztők elsősorban oktatási célra gyártják helikoptereiket, de felderítésre, mentésre és védelmi célokra is alkalmas. Sikerült megkötni a Magyar Védelmi Exportügynökséggel a szerződést, tehát ők támogatnak bennünket, úgyhogy a jövőben én nagy reményekkel állok kezelé, és mindenben tényleg közös együttműködést elősegítve olyan irányba fejlesztjük a jövőben a helikoptereket, hogy a védelmi célokat abszolút tökéletes módon el tudjam majd látni. Miután a hangárban körbejártuk a különleges légijárműveket, nincs más hátra, mint hogy belülről is szemügyre vegyük őket. A szakemberek felszerelik a kerekeket, és már gördülnek is ki a hangárból. A felszálló helyen pedig egy vérbeli profi, Rács Tamás berepülőpilóta vár minket, aki 41 éve szeli az eget helikopterekkel. Pályafutását katonai hivatásos pilótaként kezdte. Éveken át ő készítette a légi felvételeket a Magyar Forma 1-es futamokról, és légimentő szolgálatban is repül. A Hungarokopter megálmodója Farkas Gábor 14 éve kereste meg, hogy legyen az ultrakönnyű helikopter berepülőpilótája. Én akkor még egy kicsit mosolyogtam ezen az egészen. Elkezdtünk repülni, aztán ő meghívott ide, hogy jöjjek ide és nézzem meg, hogy mi készül itt. Akkor egy kicsit elcsodálkoztam. Láttam, hogy nagyon komoly gyárrészleg van mögötte, láttam, hogy nagyon komoly mérnök és tervező munka van mögötte, nagyon komoly anyagismeret van mögötte, és akkor hivatalosan elfogadtam a felkérést, és beálltam a cégnél a berepülő pilótának.
Tamás tarsajában 8500 óra, 29000 felszállás van, de ő képezte ki a helikopterek tulajdonosát is, így a kezdeti aggodalmunk hamar elszáll. Megtudjuk azt is, hogy van még valami, ami a biztonságunkat szolgálja. Ez megint csak egy világújdonság, hiszen pláne az ultrakönnyű kategóriában nem rendelkeznek a helikopterek olyan vészrendszerrel, amivel ez a helikopter viszont rendelkezik. Ez főleg arra való, hogyha esetleg a fő motor, a nagy motorral valami probléma lenne, megállna, ez segít abba, hogy plusz teljesítményt adjon, újra meghajtsa a forgószárnylapátot, arrébb tudunk menni, megfelelő leszállóhelyet tudunk keresni, és a végén a kilebegtetésnél és a leszállásnál is segítséget nyújt nekünk, hogy biztonságosan földet érjünk, és ne törjük össze magunkat. Az alig 350 kilós helikopterben több mint 150 km per órával több ezer láb magasságban szeljük az eget Verpelét felett. Az érzés leírhatatlan, a végtelen szabadság ráragasztja az arcunkra a mosolyt. A szerencsés földetérés után pedig már csak egy dolog van hátra, jár a simogatás és a puszi is a világ egyik legjobbjának.